Jó estét kívánok! Mit gondolnak, az akkumulátor botrányokkal kapcsolatos ügyeknek van-e politikai hatása? És nyilván ezt most különösen azért kérdezzük, mert hogy tegnap nagyon vehemens indulatok voltak a Sóskuti lakossági fórummal kapcsolatban, amit végül is nem sikerült megtartani, pedig érdeklődés az volt bőven. Ez a mai vezető témánk, de mutatjuk az aktuál többi témáját és a vendégeit is. A Medián felmérése szerint Karácsony Gergely magabiztosan győzne, míg Vitézi Dávid a fideszes jelöltnél is erősebb. Reggel kormányülés, délután Brüsszel. Hosszú nap. Írt a Facebook oldalán Orbán Viktor, majd megosztott egy képet Nyergelünk Feri Lattal. A polgármester szerint kívülről importált fenyegető csoportok miatt vált tarthatatlanná a helyzet a közmeghallgatáson. A kormány 340 milliárd forintot fordít idén a tanárok béremelésére, de nem minden tanár öröme felhőtlen. Mai vendégeink: Lampert Mónika, korábbi belügyminiszter, Csárdi Antal, az LMP parlamenti frakció vezető helyettese, Harangozó Gábor, az MSZP alelnöke. Ez az Aktuál, a stúdióban Krug Emília. Jó estét kívánok, tehát még egyszer és különösen a vendégeinknek, és hogy ahogy itt a felvezetőben elhangzott, voltak-e kívülről importált elemek ezen a Sóskuti lakossági fórumon? Ezt első kézből fogjuk tudni megválaszolni ezt a kérdést, mert hogy Csárdi Antal is ott volt, Smuk Erzsébethez hasonlóan, de hogyha valaki esetleg lemaradt volna arról, hogy miért beszélünk ennyit erről a bizonyos elmaradt lakossági fórumról, nem látta se a híradónkat, se az egyenes beszédet, na annak összefoglaltuk, hogy mi is történt tegnap pontosan. Menjünk be! Csak a Sóskúti lakcímkártyákkal rendelkezőket engedték volna be a négy települést is érintő akkumulátorfeldolgozó üzemmel kapcsolatos lakossági tájékoztatóra. A tömeg azonban másképp döntött. A tornaterem szinte teljesen megtelt. König Ferenc sóskuti polgármester igyekezett kerülni a kamerákat, és nem válaszolt az újságírói kérdésekre sem. Üljünk le, beszéljünk. Ez nem lehetséges. Ez azt jelenti, hogy véget ért most a lakosság? Igen, ebben a pillanatban véget ért, igen. De eljött ennyi ember, nem tartja fontosnak, hogy tájékoztassák őket? Mégiscsak itt vannak a sóskuti lakosok. Tájékoztatva lesznek. Köszönöm. Mikor? És milyen formában? A polgármester végül szinte menekülve távozott. A lakossági tájékoztatón megjelent többek között a Momentum, az LMP, az MSZP politikusai is, ahogy a Mi Hazánk is képviseltette magát. Az LMP által kezdeményezett fáklyás tiltakozó menettel ért véget a demonstráció. És nagyon érdekes volt ez a párbeszéd, amit pedig a Telex újságírója csípett el a sóskuti polgármester és a térség fideszes országgyűlési képviselője Aracki András között, és ez nagyjából így zajlott, így próbáltam kijegyzetelni. A polgármester azt mondja, hogy rendőrségi intézkedés ellenére betörték az ajtót, ebben a légkörben nem tudom biztosítani az emberek biztonságát, ezennel bezárom. Jó, már hogy a lakossági fórumot, és akkor itt nézett a fideszes politikusra, és aztán mondta, hogy jó, hát a lakosság az tájékoztatva lesz, jó? Ez volt a két politikus közötti párbeszéd, ott volt a Telex újságírója, ezt meg lehet nézni azon a videón is. Igazániból én ebben a helyzetben nem teljesen értem, hogy a polgármester vajon mire számított. Tehát lehetett tudni, hogy ezt nagy érdeklődés fogja övezni, hogy itt az emberek részt vesznek, szeretnének válaszokat kapni. Miért nem sikerült ezt valahogy jobban megoldani, úgy, hogy tényleg tájékoztassák a lakosságot? Hát nem akarásnak nyögés a vége. Egyértelműen ki lehet mondani azt, hogy elmenekült a polgármester és az országgyűlési képviselő az ott megjelenő lakók elől. Körülbelül egy 5-700 fős tömeg gyűlt össze erre a közmeghallgatásra, vagy erre a tájékoztatóra, és ebből valóban volt egy körülbelül 50 fős olyan kontingens, ami különböző pártok képviselőiből tevődött össze, de a túlnyomó többsége egyértelműen sóskuti, tárnok és érdi lakos volt. Ez volt a baj. Hát csak sóskutiaknak kellett volna menniük. Ugye
nagyon érdekes a dolog. Igen, igen, csak a polgármester azt elfelejtette hozzátenni, hogy ez az üzem egyébként a tárnoki lakóvezetekhez közelebb van, mint a sóskuti lakóvezetekhez, úgy, hogy a sóskuti lakóvezetekhez is bántóan közel esik. Hát vagy esetleg meghívhatta volna az érdi és a tárnoki polgármestert, hogy akkor tartsanak együtt, de hát nyilván ebbe se egyeztetés nem volt a polgármesterek között, se a lakossággal nem volt semmilyen párbeszéd korábban, és nyilván az indulatok ennek is köszönhetőek. Ugye valószínűleg az egyeztetés az ott siklott ki a polgármesterek között, hogy itt volt a múlt héten az egyenes beszédben a sóskuti polgármester, és az érdi Csőzik László, és hát azért látszott, hogy nem egy pályán halad a két érvelés. A sóskuti polgármester azt mondta, hogy őt meggyőzték a szlovák tervek arról, hogy ez egy rendes, biztonságos üzem lesz. Bocsánat. Úgy hangzott el emlékeim szerint, hogy engem meggyőztek, 2 másodperc szünet nagyjából. Tehát, hogy a helyzet az, hogy amikor tájékoztatásról beszélünk, és amikor a sóskuti polgármester König Ferenc tájékoztatásról beszél, akkor ő azt hiszi, hogy ki fog adni egy színes szagos A4-es nyomtatásban megjelenő szórólapot, és ezzel letudta ezt az egészet. Jó, ezt nem tudjuk, hogy mit ért tájékoztatás alatt. Az biztos, hogy nem azt érti, hogy kérdésekre válaszoljon. Ott volt több száz helyi lakos, és tele voltak kérdésekkel. Minden résztvevő kérdések tömegével érkezett, és válasz nélkül ment el. És hogy miért gondolom azt, hogy nem is akar válaszolni ezekre a kérdésekre Sóskút polgármestere, az azért van, mert a korábbiakban sem volt semmilyen módon tájékoztatva a sóskuti közösség. Itt azt gondolom, hogy az a kis közjáték, amiről itt az elején szó esett, hogy a képviselő és a polgármester között, hogy akkor most mi legyen, ez is azt mutatja, hogy valószínűleg, hogy a sóskuti polgármester kapott részletes tájékoztatást nem csak a befektetőtől, hanem esetleg fontos kormányzati szereplőktől is, akik azt mondták, hogy hát már pedig neked polgármesterként az a dolgod, akkor vagy jó embere a kormánynak, hogyha meggyőzöd a népedet. És ő úgy gondolta, hogy ez valószínűleg, hogy ez egyszerűbb dolog lesz. Én láttam azt a műsort, amikor az érdi polgármesterrel együtt voltak, őről sütött a bizonytalanság. Hát amit te mondtál, Antal, abból is az jön ki. Na most, ami itt a lényeg szerintem, hogy szinte sehol nem volt, ahol ilyen típusú beruházást terveztek, tisztességes egyeztetés a lakossággal, a civil szervezetekkel. Ahol keményen beleálltak az emberek, ott sikerült meghátrálásra késztetni őket, ahol meg nem, ott meg átnyomták rajtuk. És én azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy oda mentek a politikusok. Nekem van sok olyan barátom, aki mindig azt mondja, hogy az ilyen civil megmozdulásra nem kell politikus, de kell, mert ez a dolga az ellenzéki politikusnak, hogy fölhangosítsa azoknak a hangját, akik egyébként bármilyen személyes okból nem akarnak zászlót lengetni, vagy nem akarnak az első sorba állni. Na, akkor megint hadd idézzek, mert pont ideileg ugyanebből a telexes videóból, amikor hát sétált vissza a kocsijához Aracki András, akkor ő úgy fogalmazott, hogy nem érzékelek ellenállást, szó szerint, csak hangos embereket látok, jó részük nem is sóskuti, nem is tárnoki, ide vezérelték, mi hazánkos, ez egy politikai megmozdulás. És azért az kétségtelen, hogy erre az ellenzék úgy, ahogy van rászervezett, és szerintem aki élt és mozgott ellenzéki politikus, és elérhető közelségben volt, az odament akkor is, hogyha a térséghez nincsen sok és közel. És jól tették. Na de ez meg magas labda ilyenkor, nem? De mire magas labda? Bocsánat, hadd fejezzem. Arra magas labda, hogy igen, hogyha van az embereknek jól fölismerhető érdekük, ha van információhiányuk, ha van bármi olyan, amit ebben a politikai térben kell lemeccselni, akkor menjenek oda az ellenzéki politikusok, és tegyék azt, ami a dolguk. Aki nem tette a dolgát, az Aracki András, mert Aracki András fideszes országgyűlési képviselő, aki azt gondolta, hogy ő a kormánya erejével ott ne tud fittizni egy ilyen ügyet is, azt képzelte, az nem azt tette, ami a dolga. Mert ha ez egy jól működő demokráciában van, akkor neki szint kell vallani, mert a választói soha többet nem választják meg, ha egy ilyen fontos ügyben nem val szint, ez az egyik. A másik meg oda kell állni,
és azt kell mondani, hogy oké, emberek, akkor én fogom ezt moderálni, és tegyük föl együtt a kérdéseket a beruházónak. Ez a normális politikusi viselkedés. Tehát én bocsánat, hogyha úgy tűnik, hogy agitálom itt az ATV kedves nézőit, de ne gondolják azt, hogy a politikusnak itt nincs dolga. Dolga van, és nagyon helyes, hogy odament Komjáti Imre, a Magyar Szocialista Párt elnöke, meg hogy odament az Antal, meg odament az LMP, ez egy helyes dolog. Ugye az a politikusoknak a dolga, hogy az emberek érdekében lépjenek föl, és amikor azt látjuk, hogy olyan beruházást készítenek elő, ahol egyáltalán nem garantálható az, hogy az ő egészségük nem fog károsodni egy ilyen beruházás következtében. Azt látjuk, hogy az emberek nem akarják, hogy ez oda menjen. És azt is látjuk, hogyha nem szerveződik komoly ellenállás, akkor majd kiemelt kormányzati beruházásként megvalósítják, ha akarják a helyiek, ha nem, egyféleképpen lehet megakadályozni, hogyha komoly társadalmi ellenállást lehet megszervezni az adott helyen, akkor a politikusnak igenis dolga, hogy ezt segítse, legyen ott, és legyen olyan ellenállás, ami megakadályozza adott esetben ezt a beruházást, hogyha az emberek ezt nem akarják. Menjünk. És bocsánat, igen. Egy fél mondatot hadd tegyek hozzá, mert az egésznek a kezdete az rendkívül sunyi módon történt meg. Ugye ez a cég már egyszer el lett utálva egy településre Magyarországon, és teljes a néma csöndbe, a felszín alatt, a zárt ajtók mögött megpróbálták titokba idehozni. És ennek az észlelése, felfejtése és a nyilvánosság számára fölismerhetővé tétele is a politikus dolga, és ez történt ettől ez a nagy felháborodás a politikusok részéről, már hogy a Sóskuti polgármesterre és a Arackán képviselő úrra gondolok. Kaposváron Szita Károly korábban ugyanilyen súnyi módon próbált egy gumiégető beruházást behozni, és ott azt is megállítottuk, és ott is kellett hozzá a politika, hogy elindítsuk a folyamatot, de aztán az emberek mind oda özönlöttek, és mindenki egy emberként állt ellenem. Tolták a babakocsit a fő utcán. Igen. Na, hogy ebből most mekkora felháborodás lesz, ezzel megyünk tovább, mert a nap kérdésében erre kérdeztünk rá most önöknél, hogy az ilyen típusú akkumulátor botrányoknak önök szerint van-e valamilyen politikai hatása, így közeledve az önkormányzati választáshoz majd júniusban, és 74%-a a mi nézőinknek igennel szavazott, 26%-a mondta azt, hogy nem. Beszéljünk erről Sóskútról, mert hogy tényleg megfejthetetlen, amikor 5 hónap múlva választás van egy polgármester ilyetén viselkedése, amit itt látunk. Maximum, ha nem akarja nagyon magát újra választatni. Ez az egyik megfejtés. És hogy országosan azért sok-sok pontja van az országnak, ahol hasonló, ha nem is ilyen vehemens, de indulatos tiltakozások voltak különböző beruházások, akkumulátorral összefüggő beruházások ellen. Vajon lesz-e ilyen hatásuk, hogy nem választják újra az adott vezetőt? Én szerintem lesz. Azt gondolom, hogy Debrecenben azért ott meg fog izzadni az a polgármester vagy polgármester jelölt, nem tudom, ki indul, akinek meg kell magyarázni, hogy miért asszisztált ehhez a folyamathoz. Lehet ez változó, tehát most ez nehéz ezt tippelni, de én azt gondolom, hogy van hatása, mert hogy az emberek azt azért szeretik érezni, hogy a település első emberének fontos, hogy ott velük mi történik. És azt nem írják fölül azok a gazdasági érdekek, amikre ilyenkor mindig mindenki hivatkozik. Nagyon jó kérdés. Hogy hatalmas infrastruktúrális fejlesztés, nagyon jó sok kérdés, pénz. Pont ez a legnagyobb baj vele, hogyha Mónika éppen az előbb Debrecent említette. Ugye már most azt látjuk, pedig még építkezési fázis van, hogy egyrészt nincs helyi munkaerő, harmadik országból hoznak be olyan munkaerőt, aki csak ideiglenesen tartózkodik Magyarországra, gyakorlatilag ilyen bevándorló gettókat hoznak létre. Nincs meg hozzá a megfelelő infrastruktúra, ami ezt ki tudná szolgálni. Tehát amikor mondjuk az ilyen gettó részekből, vagy ilyen konténerházakból, ahova telepítik ezeket az embereket, ők elindulnak munkába, akkor az adott településről a gyerekek nem férnek fel a buszra, hogy elmenjenek az iskolába reggel, mert hogy nem lett hozzá semmilyen infrastrukturális fejlesztés, ami az emberek érdekét szolgálja mellé rakva. Már most azt látjuk, hogy az egészségügyben óriási hiányosságok vannak, nincsen elég orvos, most még oda betelepítenek egy csomó embert, még nehezebb lesz például az orvosi ellátás elérése is. Tehát
amikor az infrastruktúrális beruházásokról beszélnek, akkor csak arról van szó, hogy a gyárhoz milyen utat, kiszolgáló létesítményt, energiát, vizet kell odavinni. Az, hogy az emberekkel mi lesz, ez egyszerűen nem érdekli őket, és szerintem nagyon sok ember ezt most már látja, és ebből van elege, meg ettől fél, hogy nála is ez lesz. És hadd tegyem hozzá azt, hogy nagyon régóta, az első pillanattól arról beszélünk, hogy a profit nem előzheti meg az embert. És nézzük meg, amikor gazdasági érdekekről beszélünk, ez egy baromi jól hangzó kifejezés egy esti beszélgetős műsorban. De mi a gazdasági érdeke? A profit. És a profit, hogy milyen áron valósul meg, vagy termelődik meg, az nem mindegy. Tehát, hogy jelen pillanatban ott tartunk, hogy egy akkumulátor, hulladék, szétszerelő üzem igenis érdemben tudja rontani az emberek hétköznapi életminőségét, érdemben tudja elszennyezni a közvetlen lakókörnyezetét, és ezen keresztül lehet beszélni itt gazdasági érdekekről, de én azt állítom, hogy az alaptörvény vagy alkotmány egészen szigorúan védi az embereknek az egészséges környezethez fűződő jogait. Hát ráadásul ezek a utóbbi időben bejövő nagy beruházók, általában olyan kínai beruházók, akik azért jönnek kifejezetten Magyarországra, mert olcsó a munkaerő, aki jól kizsákmányolható, ha nem eléggé, akkor behozzák ugye a harmadik országokból származó munkaerőt, akit aztán tényleg rabszolgaként lehet alkalmazni, ezzel letörik a magyar munkavállalóknak is az eddig kivívott bérszínvonalát is, meg a jogaikat, meg az egyáltalán a minőségi munkahelyhez való jogaikat, és közben nem tartják be a környezetvédelmi előírásokat, a munkaügyi szabályokat, stb. Stb. Aki nem így akar Magyarországra jönni, azt köszönjük szépen, ne jöjjön, nem ezzel kell versenyezni. Egyetlen egy alkalommal nem volt válasz, hogy miért nem Szlovéniában akarja megtelepíteni ezt a céget, ez a szlovén befektetői csoport. Erre nem tudtak válaszolni, pedig ez a kérdés föl lett téve számtalan alkalommal. Az majd egy érdekes helyzet lesz, hogyha Magyarország átveszi az unió soros elnöki tisztjét, akkor ezt az egész Kína-unió problémát, ezt hogyan próbálja majd menedzselni, mert ez ugye egy fontos feladat lesz. Na, és azért hoztam ide az uniót, mert hogy holnap indul az újabb EU csúcs, ahol újra egymásnak feszül majd az unió többsége meg Magyarország, főleg ugye az Ukrajnának az unió szerint járó 50 milliárdos támogatásról lesz majd szó, és hát Orbán Viktor is készül, azt posztolta a Facebookra, hogy nyergelünk. Na, hogy ez pontosan mit jelent, ezt mutatjuk most. És a magyar álláspont ezzel kapcsolatban az, hogyha pénzt akarunk adni Ukrajnának, akkor össze is ne adjunk 5 évre. Mert fogalmunk sincs arról sem, hogy mi lesz 1/4 év múlva. Így magyarázta Orbán Viktor decemberi nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy miért ment szembe mindenkivel az unióban. A magyar álláspont azóta megengedőbb lett, de a miniszterelnök a francia Le Pen-nek adott interjúban kedden már arról beszélt, hogy elvi okok miatt ragaszkodik az évenkénti felülvizsgálathoz az ukrajnai segély kapcsán. Ezt azonban a legtöbb uniós ország nem akarja, mert tartanak attól, hogy akkor Magyarország minden évben megzsarolhatná az egész uniót. A Financial Times birtokába került dokumentumok szerint az EU gazdasági offenzívát indíthat Magyarország ellen, ha a magyar vezető újból vétózik. Az értesülést ugyan hivatalosan cáfolták, de Orbán Viktor maga is biztos benne, hogy létezik ilyen terv. Az is szóba került a Szabad Európa értesülése szerint, hogy elvennék Magyarországtól a július 1-től kezdődő soros elnökséget, és Lengyelországnak adnák. A Financial Times értesülése szerint az EU csúcs záró nyilatkozatának legfrissebb szövegtervezete tett egy ajánlatot a magyar kormány felé, hogy létrejöhessen az alku az 50 milliárd eurós ukrajnai csomagról. Ennek a szövege most úgy néz ki, hogy az EU-s állam és kormányfők minden évben vitát tartanak az Ukrajna eszköz megvalósításáról. Hivatalosan persze ezt sem erősítették meg. Hogy holnap csata várható, az szinte biztos. A magyar miniszterelnök Huszár módjára készül, ugyanis azt posztolta a közösségi oldalára. Nyergelünk. Tehát?
Megfejtjük ezt a nyergelünket? Van egy magyar mondás, hogy nyergelj, fordulj. Tehát ő most nyergel, aztán majd fordulnia kell. Mondjuk ezt már látjuk, hogy azért puhul ez az álláspont most már gyakorlatilag a decemberi korábbi uniós csúcs óta. Viszont az is érdekes, hogy amiről már itt a múlt héten az Aktuálban is beszélgettünk, ami a Financial Times olyan értesülése, amit mások pedig cáfoltak, hogy itt kifejezetten rámenne az EU a magyar gazdaság törékenységére, és szabotálni akarja a magyar gazdaságot, veszélyeztetni a magyar valutát, ami összeomlásra készteti a befektetőket. Ezek azért nagyon megkérdőjelezhető módszerek sokak szerint. Szerintem ennek nincs alapja ezeknek a híreszteléseknek. Annak viszont van alapja, hogy a magyar gazdaságpolitika annyira egy lábon áll, annyira rossz a belső struktúrája, hogy egyébként rendkívül sérülékeny. Rendkívül sérülékeny a magyar gazdaság, és nem véletlen van az, hogy azt a most egész elfogadhatónak gondolt euróforint árfolyamot csak a jelenlegi kamatszint mellett tudjuk fenntartani. Nézzük meg a környező országok, vagy az uniónak a kamatszintjét, és ki fog ugrani az eredmény, hogy nekünk milyen sokba kerül, hogy fenntartsuk azt a látszatot, hogy nálunk egy jó belső struktúrával rendelkező gazdaságpolitika zajlik. Én ezt két ok miatt nem szeretném, hogyha ennek lenne alapja. Én nem tudom, hogy van alapja, vagy nincs, remélem nincs. Az egyik az, hogy hát azért mégiscsak a hazánkról van szó, tehát azért, hogy itt a mi forintunkat döntögesse az Európai Unió, ezt én nem szeretném. De a másik, ami majdnem ugyanilyen fontos érv, hogy ha az Európai Unió elkezdene a házon belül ilyen eszközöket használni, az biztos, hogy szétverné az uniós szolidaritást. Tehát ez nem lenne jó. Én inkább azt gondolom, amit te mondtál, hogy ennek valószínűleg nincs alapja, de vannak más eszközök. Tehát én már korábban is mondtam, hogy szerintem későn esett le a fillér az Európai Uniónál, hogy Orbán hogy működik, és egy csomó olyan dolgot megengedtek neki, amit nem kellett volna, amiben az általam nagyon tisztelt Angela Merkel is közreműködött, de most már elegük lett, és vannak más eszközök, amiket használni fognak. Hát nézzük meg az alapügyet, hogy miről van szó. Ez nem csak azért borzasztó, mert megint nagyon kellemetlen, hogy Magyarország az egyedüli tagállam, aki szembe megy az összes többivel, és megint kilógunk, nem, hogy barátokat szereznénk, akik segítik az országot, akik segítenek nekünk előrébb jutni, hanem folyamatosan konfliktusokat építünk föl, és folyamatosan szigetelődünk el. Ez is nagyon rossz. De maga az ügy egy szégyen. Hát tegyük már mellé a svéd NATO csatlakozást is. Miről van szó? Most legalább leülnek majd a miniszterelnökök egymással találkozni. Arról van szó, de hát ugye azt mondták, hogy nem a NATO csatlakozás a téma, tehát mert ez nem lehet téma. Arról van szó, hogy Oroszország agresszorként megtámadta Ukrajnát, és ebbe Magyarország nem hajlandó az ukránok mellé állni és segíteni őket az Európai Unióval együtt. A NATO csatlakozás, a svéd NATO csatlakozás is erről szól, ez a magyar emberek biztonságával való játék. Folytassuk innen, mert ugye nyilván erre a magyar kormány meg azt mondja, hogy ez nem ilyen fekete-fehér, mert nem minden áron folyamatosan és feltételek nélkül kell adni ezt a támogatást, de még lesz időnk a második részben ezt a témát folytatni pár perc múlva. Tartsanak velünk a reklám után. Folytatjuk, és még mindig az Unió és a magyar kormány közötti konfliktusról beszélgetünk, és ott hagytuk abba, ezt már itt a reklám alatt mondtam, de akkor ide hozom a nézőink elé is, hogy azért simán megint az fog valószínűleg történni, hogy pénteken mindenki úgy megy haza, hogy győztem. És Orbán Viktor is ezt itt elmondja, és gyakorlatilag minden uniós ország, amely szemben állt a magyar kormánnyal, biztos, hogy valamilyen olyan kompromisszum születik, hogy ezt elmondhassák, mert erről szól az Unió. De jó ez? Normálisan erről szól az Unió, de Orbán Viktornak egyetlen sikerkritériuma van szerintem, mert hogy valószínűleg, amit Monika elmondott, azon én azt gondolom, hogy legbelül nem fog változtatni, haza tudja hozni az uniós támogatásokat, vagy sem. És jelen pillanatban ebben igen rosszul állunk, legyünk őszintén. Hát egy harmadát most már legalább, úgy tűnt, hogy haza fogja tudni hozni. Az a harmada. És a kétharmada. Tehát, hogy ez a probléma. A Európai Unió egy olyan hely,
ahol érdekérvényesítés zajlik, és ahogy a Mónika elmondta, a mi érdekérvényesítő képességünk, mert nem a magyar kormány nem tud együttműködni, nem viselkedik partnerként, végtelenül gyenge. És azt gondolom, hogy ezért lehet gyakorlatilag euróba vagy forintba mérni azt, hogy mennyire sikeres a magyar külpolitika. Jó, de amivel kezdtük, a nyergelünk és lesz-e fordulat, az meg pont azt mutatja, hogy belátás, reálpolitika, mindegy, hogy minek hívjuk, úgy tűnik, hogy azért közelednek a megállapodáshoz a magyar kormánypárti politikusok, és nyilván tegyük félre azt, hogy Varga Judit mit mond, hogy tanulunk traktort vezetni, mert ugye az népszerű, remélem, az unió. Nagyon remélem, hogy nem kell addig visszatartanom a levegőt, amíg megérkezik az összes uniós forrás Magyarországra. Jó, de szerintem pont ez leplezi le azt, hogy mennyire gyalázatos az, amit a magyar kormányfő csinál. Mert hogy, nézzük csak meg, végén össze fog jönni minden bizonnyal a megállapodás, hogy Ukrajna megkapja a támogatást. Végén Svédország egészen biztos, hogy NATO tag lesz, csak Orbán folyamatosan húzza az időt, megpróbál ellenállni, megpróbálja gyengíteni az Európai Uniót. Kinek az érdekét szolgálja ezt? Mert a miénket biztos, hogy nem. Mert mi emiatt nem kapunk uniós forrásokat, emiatt vagyunk pellengére állítva, emiatt kerül Magyarország mindig nehezebb és nehezebb helyzetbe. Kinek az érdekét szolgálja ez, ha nem Putyin érdekét? Itt egyszerűen erről van szó, és én nem értem, hogy a magyar nép 56 után hogyan tud egy ilyen gyalázatos, áruló politika mellé állni, vagy egyszerűen eltűrni, hogy ezt csinálja a magyar miniszterelnök. Mert ezekből a lépésekből pontosan látszik, hogy nem Magyarország érdekét szolgálja, és a végén ki se tud mellette tartani, csak éppen amíg valamilyen oknál fogva ez szükséges, addig kiszolgálja az orosz érdekeket. Szerintem ez szégyen. Szerintem, amit most mondasz, az összefügg azzal, amit itt a szerkesztő asszony az előbb kérdezett, hogy de hát akkor, ha hazajön, és mindenki elmondja, hogy a maga sikerét, és akkor aztán mit fognak elhinni az emberek, mert hogy az Orbánnak ez a kuruckodása, amire nagyon komoly kommunikációt építenek, és ezt állandóan kutatják, hogy milyen témát hogyan fogadnak az emberek, és ugye azt mutatja be, hogy ő kőkeményen védi a magyar érdeket, de az a következő gondolat, amiről te beszéltél, hogy ez kinek az érdeke, erről ő nem beszél, mert ő csak arról beszél, hogy a magyar érdeket képviseli, és az emberek nagy része nem jut el idáig a gondolkodásba. Én nem örülök ennek, és szerintem ez mindannyiunkat rosszul érint, de én is mindig fölteszem azt a kérdést, hogy kinek az érdeke, és igen, nagy valószínűséggel ez nem a magyarok érdeke. Na, eddig tartott, én úgy sejtem a nagy egyetértés itt a stúdióban, mert hogy megint témát váltunk, igen, itt velem szemben már mosolyognak a vendégeink, mert hogy a budapesti főpolgármester jelöltség lesz a következőkben a téma, és ennek az az apropója, hogy a Medián egy friss mérést hozott nyilvánosságra, amelyben nagyon érdekes szempontok szerint kérdezték meg a résztvevőket. Megkérdezték azt, hogy ha Vitézi Dávid indulna, és rákérdeztek még más verziókra is, mutatjuk, hogy milyen számokat kaptak. Ezt a kutatást ugyanis az LMP rendelte meg tőlünk. A Medián legújabb felméréséről mondta ezt híradónknak Hann Endre, a Medián közvélemény kutató ügyvezetője. Az intézet arról kérdezte a budapestieket, hogy kit támogatnának most egy főpolgármester választáson. Négy jelölt esetén Karácsony Gergely a teljes népesség 46%-át tudja maga mögött, a Fidesz még nem ismert jelöltjére pedig 27% szavazna. A Mi Hazánk és a Jobbik jelöltjei együttesen a 10%-ot sem érik el. A helyzet aztán megváltozik, ha a jelöltek közé bekerül Vitézi Dávid neve is. A korábbi BKK vezérigazgató a voksok közel negyedét gyűjtené be, és a jelenlegi főpolgármester támogatottsága is 40% alá csúszik, vagyis a kutatás szerint Vitézi a többi aspiránstól hoz el szavazókat. Gyakorlatilag minden jelöltől, tehát még a kis támogatottságú, kisebb párti jelöltektől is elveszi a rájuk eső szavazatoknak kb. A felét. Szerettük volna megtudni, mit gondol a felmérésről Vitézi Dávid, ám nem kívánt nyilatkozni. Noha a kutatást az LMP rendelte meg, Vitézi Dávid még nem jelentette be indulását, viszont a párt folyamatosan egyeztet vele. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a Medián felmérését érdemes óvatosan kezelni, mivel még sem a Fidesz, sem Vitézi Dávid nem jelentette be indulását, így a válaszadók is csak elméleti szinten válaszoltak.
Az önkormányzati választásokat június 9-én tartják, rendhagyó módon egyszerre az európai parlamenti választásokkal. Ez a bejelentés mi is múlik? Hát akkor fogjuk bejelenteni, hogyha összeér az a két vektor, hogy megszületik a párt döntése is, és megszületik Vitézy Dávid döntése is. Kiben nem született meg ez a döntés egyelőre? Egyelőre senkiben. Tehát akkor simán lehet, hogy mi most itt egy teljesen olyan feltételes módról beszélgetünk, már gyakorlatilag hetek, hónapok óta lassan, ami nem fog bekövetkezni? Tóni, ne nézzetek ilyen butának bennünket. De most ne ezt komolyan mondom. Szóval én azt gondolom, hogy ha az LMP komolyan gondolja azt, hogy ellenzéki párt, akkor az fővárosi főpolgármester választáson nem indíthat el egy fideszes politikust. Ez nekem ilyen egyszerű. Hát tehát itt most két fideszes politikus fog elindulni, vagy egy. Ha a tarlós, amit mondott, az igaz, hogy ti itt mókoltok, bár ezt mindenki tagadta eddig, tehát én is azt mondom, ezt akkor visszavonom, és ezt ne írják ugyan, a jegyzőkönyvbe. Elhangzik, de majd jól visszavonom. Jó, akkor tisztázzuk. De ha befejezem a mondatot, és utána nekem esetsz. Nem lesz a Fidesz jelöltje. Hát na jó, de ezt nem Vitézy Dávid dönti el azért. Tehát, ha beáll mögé a Fidesz, akkor az egy érdekes helyzet lesz. Na de akkor mégiscsak befejezem a mondatot. Értem én, hogy te ezen fölbosszantottad magad. És nem az a szándékom, nagyon komolyan mondom, nem az a szándékom, hogy megbántsam, főleg a képviselőt, aki régi jó barátom, de az LMP-t sem. Csak egyszerűen a helyzet abszurditására szeretnék rámutatni, hogy egy magát ellenzékinek valló párt bejelenti, hogy ő megszólított, fölkért egy fideszes politikust, akiről azt gondolják, hogy jó szakember, de nem szakembernek kérik föl, hanem politikusnak, és közben meg mindenki látja, hogy az az egység, ami egyébként az előző fővárosi választáson sikert hozott, az ettől meg fog bomlani. De ez nem igaz. De hát ez sajnos igaz. Tudom, hosszan mondatom, de mindjárt befejezem. És utána nem tud valódi magyarázatot adni arra, hogy miért. Mert akkor kezdjük az elején. Vitézy Dávid nem fideszes politikus. Egy. Vitézy Dávid nem tagja a Fidesznek. Kettő. Három. Vitézy Dávidnak olyan víziója van erről a városról, nem csak közlekedésről, lakhatásról, különböző társadalmi kérdésekről, beleértve egyébként a én szívemhez nagyon közel álló piacok működését, tehát a belső gazdasági folyamatoknak a felpesdítését is, nyomokban sem látok Karácsony Gergely regnálása alatt. Karácsony Gergelyt én nagyon szeretem. Ő egy nagyon jó pofa, kiváló srác, csak nem tud vagy nem akar várost vezetni. A helyzet az, hogy fehéren-feketén kiderült az, hogy Karácsony Gergely nem tudja kézben tartani a városban folyamatban levő ügyeket. Nagyon jó példa erre egyébként a járatritkítás, ami nincs, de aztán visszavonódik. És a helyzet az, mondok egy személyesebb példát, nekem az előző ciklusban, de Karácsony Gergelynek értelmszerűen ebbe a ciklusában volt egy pillanat, amikor a belváros a már jól megismert módon elkezdett ingatlanokat áralat értékesíteni. És ebben a ingatlan halmazban több ingatlanra a fővárosnak elővásárlási joga volt. És akkor én beszéltem Karácsony Gergellyel, és azt beszéltük, hogy Gergő, éljetek az elővásárlási joggal, mert ezzel két dolgot lehet elérni. A főváros több milliárdos nyereséget tud zsebretenni az áralat megvett, majd aztán piaci áron értékesített ingatlanok kapcsán, másrészt pedig fehéren-feketén be lehet bizonyítani azt, hogy a belvárosi, 5. kerületi lakás, gazdálkodás súlyos problémákkal rendelkezik. Mi történt ehhez képest? Karácsony Gergely nem élt az elővásárlási jogával. Tehát akkor egyszerűen sem politikailag, sem működésében nem tudja kézben tartani a várost, és azt gondolom, hogy Vitézy Dávid pedig igen. Akkor szerintem itt most öntsünk tiszta vizet a pohárba. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ahogy az előbb
értetlenkedtem, hogy kinek az érdekét szolgálja az, amit Orbán csinál európai szinten, és azt mertem feltételezni, hogy biztos, hogy nem a magyar érdekeket, hanem mondjuk sokkal Putyinét. Itt most akkor megint föltenném azt a kérdést, hogy ez most kinek az érdekét szolgálja. Okay. Nincs olyan felmérés, ami ne azt bizonyítaná, hogy Karácsony Gergely toronymagasan vezet Budapesten, és minden esélye megvan arra, hogy újra válasszák a budapesti választópolgárok. A két osztatú. A Fidesz ettől annyira kétségbe esett, hogy a mai napig nincs jelöltje, fogalmuk sincs, hogy kit indítsanak, mert pontosan tudják, hogy bárkit indítanak, Karácsony Gergely meg fogja verni. Egyetlen egy lehetőségük van, ha valahogy meg tudják osztani az ellenzéket. És az LMP most pontosan ezt csinálja. Hoz egy olyan jelöltet, akivel el tud vinni kellő számú választót esetleg Karácsony Gergely mellől vagy elől, hogy szépen a végén a Fidesznek legyen esélye a fővárosi választáson. Mert megverni nem tudja Vitézi Dávid se, és te is most jössz, és neki állsz kampányolni Karácsony Gergely ellen. Kampányok kérdéseket tettek föl, amit én válaszolok. Tudod, hogy Budapesten minden esélye megvan arra, hogy nézzük válaszol. Meg azt a mérést, hogyha nem, esetleg meg tudjuk mutatni. Meg tudjuk melyiket. Amikor 4 vagy 5 személyre kérdeznek rá. Mind a kettőt. A kettő között van egy lényeges különbség. 4% különbség van azok között, akik nem mennének el, nem válaszolnak, vagy nem tudják, hogy kire szavaznának. Ez 4%-kal csökken abban az esetben, amennyiben ugye nem tudja, nem válaszol. Igen, és van egy olyan grafikon is, igen, ahol már Vitézi Dávid és a Fidesz jelöltje is szerepel. Így van, és ebben az esetben 4%-kal növekszik azoknak a tábora, akik megtalálták egyébként az ő jelöltjüket. És bocsánat, hogyha csak egy picit figyelnétek, hogy Vitézi Dávid nem csak most, hanem az elmúlt években mit mondott a városról, mit mondott a közlekedésről, mit mondott a város működéséről, beleértve például a 15 perces város, akkor ez a vita egyből mindenki számára kitisztulna, hogy nincs értelme. És nézzük meg ezt a táblát. Közel 20% van a Karácsony Gergely és Vitézi Dávid között. Mitől fél Karácsony Gergely? Én regnáló főpolgármesterként biztos, hogy rendelkeznék annyi magabiztossággal, hogy hát gyere, Dávid, mérkőzzünk meg. Szeretnék visszamenni még egy lépést. Először is, bocsánat, én nem olvastam a Vitézi összest, meg nem hallgattam, de ha van neki a városi víziója, és ezt valahol el lehet olvasni, meg fogom tenni. Én még nem találkoztam ezzel, de bizonyára van ilyen, ha te beszéltél róla. De a másik dologra még muszáj visszareagálnom, hogy én nem találkoztam olyan csomagba rendezett konstruktív javaslatokkal az LMP részéről az elmúlt években, amelyek arról szóltak volna, hogy a Karácsony fővárost vezető tevékenységével baj van, mert én nem értek az. Nekem is vannak bizonyos dolgok, amit kritikával illetek, hogy milyen fórumokon, az más kérdés, de én nem értek egyet azzal, hogy nem vezette jól ezt a fővárost. Te gondolj bele abba, hogy ami történt az elmúlt években, hogy elvontak minden pénzt, hogy szórakozott a kormány olyan eszközökkel, és ilyen körülmények között a Karácsony igenis ért el eredményeket. Nem csak a zöldítési programban, hanem egy csomó dolgot föl tudnék sorolni, de most nem ennek van itt az ideje, mert majd ő ezt meg fogja tenni. Zöldebb, csak, jobb hely, mint ami csak, volt. Csak abba gondolj bele, hogy te gondoltatok egyet, hogy hát akkor ez nem elég jó, akkor indítsunk valaki mást, nem értek egyet azzal, hogy nem fideszes politikus, mert államtitkár volt, az meg egy politikai tisztség, úgyhogy nem értek egyet ezzel az állítással, de én nem akarom Vitézi... De még ismered azt a kifejezést, hogy szakállamtitkár. Befejezném a mondatot. Tehát én nem akarok Vitéziről semmi rosszat mondani, mert nincs rá semmi okom. Én a ti döntéseteket tudnám, vagy szeretném kritikával illetni, mert ez pont olyan lenne, mintha az országgyűlés választáson a Magyar Szocialista Párt azt mondaná, hogy hát ő most akkor fölkéri Lázár Jánost, hogy induljon el miniszterelnök jelöltnek. Ez pont olyan. Ez egy bődületes nagy tévedés, és nagyon visszafogottan akarok fogalmazni. De hogy akkor menjünk sorba, hogy zöldebb lett a főváros, az mondjuk úgy, hogy tűri a vitát. Miért is mondom? Hány P+E parkoló épült az elmúlt 5 évben? Egy darab se. De milyen egy darab források se voltak ehhez?
Drága Antal. Hogy mennyi forrás volt a kormányfőváros? Én tudom, de hogy hadd menjek sorba, amikor le lesz zárva, az alsó rakpart. Személyesen beszéltem, mert nem a sajton keresztül üzengettem neki. Személyesen beszéltem vele, hogy abban az esetben, hogyha a rakpart lezárását hátrébb tolná egy kb. 200 méterre, akkor vissza tudnának fordulni az autók a Szabadság hídon, és ebben az esetben nem állna a sor vége a Haller utcánál, és erre nézett rám, hogy de hát az munkatársai azt mondták, meg megígérte az 5. kerületi polgármesternek, hogy nem fogja beengedni a forgalmat az 5. kerület. De a helyzet mégiscsak az, hogy nem tudta jól megoldani. És engem tényleg lehet győzködni, de pontosan tudom azt, hogy akkor nagyon sok mindenben igaza volt Karácsony Gergelynek, és itt elsősorban a Lánchíddal kapcsolatos forgalomcsökkentésre és a felújítással kapcsolatos kijelentéseire gondolok, de nagyon sok mindenben olyan dolgokban, hát a teniszben úgy mondják, hogy ki nem kényszerített hibát vétett, ami azt gondolom, hogy komoly kérdés. Az a kérdés a levegőben maradt, hogy veszélyezteti-e Karácsony Gergely újraválasztását. Azt nagyjából mindenki elmondta, hogy igen. Nem. De akkor kinek de bocsánat. Ott vannak a számok, Ha nem, akkor miért izzítjátok? Álljunk meg itt egy szóra. Tehát igen, veszélyezteti, mert ezek a számok itt azt mutatták. Először is, ebből a közjön kutatásból ma messze menő következtetés levonni arról, hogy mi lesz 4 hónap múlva, azért nem lehet, mert még nincsenek meg azok a döntések, amiről Emilia az előbb beszélt. De a másik dolog, ami már ezek a számok is kimutatnak, hogy látszik, hogy Karácsonytól is viszel. Na most, ha ez olyan háromosztatúvá válik, amiből ti azt gondoljátok, hogy valami jó tud kijönni. Egy dolgot szerintem nem mértetek föl, és én ezt nagyon nagy hibának tartom. Az előző országgyűlési választáson közel 2 millió ember nagyon-nagyon megütve érezte magát az újabb kétharmados Fidesz győzelemtől. Ezek az ellenzéki szavazók. És a pártokat hibáztatom, mindannyiótokat, hogy utána a saját sebeiket nyalogották, ahelyett, hogy ezekhez az emberekhez beszéltek volna. Bocsánat. Befejezném a mondatomat, Antal. Hogy ezek az emberek abban reménykednek, hogy a főváros és azok a városok, amelyek nagyvárosok, ahol most mi vagyunk, megmaradjanak. Ezért most ti fejtettétek meg nekem, hogy a Fidesz miért változtatta meg a fővárosi választási szabályokat. Mert eddig ez úgy volt, mint a teniszben, hogy mindig szorított egyet, egy jobb erős tenyeressel, egy jobb kezes erős tenyeressel ütötte az ellenzéket, majd hirtelen fonákra váltott, visszahozta az arányos választási rendszert, mert azt gondolta, hogy az ellenzéki pártok össze fognak veszni. És ez történt. És ti most ezzel szórakoztok. Viszont válasz, és innen is. Jó, tehát akkor két dolog. Te magad mondtad ki, arányos választási rendszer, tehát hogy igazándiból elbírja a többes indulást, hiszen arányos a rendszer. A másik fele, azt a helyzetet állítjuk elő jelen pillanatban, amennyiben Vitézy Dávid elindul, hogy a Fidesz jelöltje harmadik lesz. Ez pedig egy üzenet az egész országban arra vonatkozóan, amit több kétharmaddal is tudok bizonyítani, hogy nem sikerült elvinni, hogy igenis leváltható és legyőzhető, de nem csak szoros kiki meccsen, hanem a új módon is leváltható a Fidesz. És ha nem indít a Fidesz ellenjelöltet, és egy hideg kampánnyal távolról azért Vitézy Dávidot fogja támogatni. És a Kubatov listán szólongatják a szavazókat. Ennek még matematikai esélye. Nem baj, játszunk el vele. Akkor mi az bocsánat, NLP reakciója? El tudjuk képzelni azt, és most magammal vagyok elsősorban gúnyos, ez a vita partnereimnek, hogy tessen egy kicsit, hogy el tudjuk képzelni azt a forgatókönyvet, hogy a Fidesz jelöltje visszalép, vagy a Fidesz az LMP jelöltjét támogatja. Ne vicceljünk már. Aki ezt mondja, az nem ismeri a magyar politikának a szabályait, a belső dinamikáját, az tényleg... Valójában ebből a válaszból én azt szűröm le, hogy egy ilyen helyzetre az LMP-nek nincsen reakciója. Hadd mondjak, nem tud rá reagálni. Egyszerűen az a helyzet, hogy nincs ilyen helyzet, tehát nincs mire reagálni. Mi értelemszerűen tárgyalásban vagyunk Vitézy Dáviddal, az én személyes véleményem az az,
hogy Budapest jól járna Vitézi Dáviddal, mert többet tud a városról, mint bármelyik politikus, akinek a neve szóba került a főpolgármester választások kapcsán, és én azt gondolom, hogy engem elsősorban az itt élők érdekei érdekelnek, és azt gondolom, hogy a sok kétharmad tökéletesen megmutatta, hogy erre a éjjelöltem, te jelölted vitára az emberek már nem nagyon kíváncsiak. Igen, ugye van még egy baj, hogy a fővárosban az ellenzéki pártok eddig bemutatták azt, hogy jól tudnak együttműködni, hogy ez a város tudták közösen működtetni. És szerintem az a legnagyobb baj a nagyon sok ellenzéki szavazónak, hogy amire már Mónika is utalt, hogy a 22-es választások után ez a fajta együttműködés, ez a pártok között, ez teljesen tönkrement. A fővárosban legalább ez megmaradt és jól működött. Most azzal, amit ti most csináltok, ezt az együttműködést ássátok alá, és annak a reményét, hogy van normális viszony és együttműködés az ellenzéki pártok között. Mi nem azért mondjuk azt, hogy az európai parlamenti választásokon is együtt kéne indulni, mert attól félünk, hogy bejut-e az MSZP vagy nem, mert körülbelül pont ugyanannyi mandátumot tudunk megszerezni egy közös listával, mint külön, hanem azért, hogy visszaadjuk a reményt az embereknek, hogy az ellenzék képes ezzel a szégyenteljes politikával szemben, ami ma Magyarországon van, és tönkreteszi az országot, közösen, felelősen fellépni. És itt is ez lenne a lényeg, hogy Budapesten is, meg országos szinten is ezt megtegyük. És ezért kéne az európai parlamenti választásokon is együtt indulnunk, és más civil jelölteket is bevonni, és ezért kell a legszélesebb koalícióban Budapesten is megerősíteni azt, amit itt fölépítettünk. Én értem, az MSZP alelnökeként miért mondod ezt? De akkor beszélj a Momentum vezetőségével, beszélj a DK vezetőségével, akik ugyanúgy külön listán indulnak az most parlamenti választáson. Beszélek mindegyikkel, és tudod, mit mondanak? Az, hogy Gábor, neked teljesen igazad van, csak ez most nem időszerű. Hol lehet ezt elolvasni? Én ezt rohadtul nem értem. Hol lehet mindig van valami, ami miatt ez nem időszerű, ami miatt most mást kéne csinálni, és tulajdonképpen ezzel az ellenzéki pártok kiszolgálják Orbán érdekét. És szerintem ez a legnagyobb baj. És ebbe kéne egy kicsit egymás között leülni, és úgy elgondolkodni, hogy ezt jól csináljuk-e, mert szerintem nem. Volt nekem egy nagyon kedves barátom, aki még az én politikai pályám legelején, amikor önkormányzati képviselő voltam, azt mondta nekem, hogy Tónikám, tudod, az önkormányzati politika az 15-20% politika és 80% szervezés és kőkemény meló. A parlamentben ez fordítva van. Idáig tartott az idézet. És a helyzet az, hogy jelen pillanatban valami ködös, megnevezhetetlen valamit akartok elérni, ahelyett, hogy egy működő, élhető várost vizionálnátok, akár ti, vagy akár, urat, bocsánat, Karácsony Gergely. Jó, nekem... És még egy mondatot hadd tegyek hozzá, és én most elnézést kérek, mert valóban. Mondtad a választást. Ugye arról a Karácsony Gergelyről beszélünk, aki miután megnyerte az előválasztást, visszalépett a jelöltségtől, és ennek minden következményét az ellenzéki pártok összessége együtt cipelte Karácsony Gergely nélkül, mert ő nem cipelte ennek a terhét. Én azt gondolom, hogy ebben egyet fogunk érteni, de ha te ezért akarod büntibe küldeni Karácsonyt, akkor ezért drága árat fizetünk, szóval ezek nem csereszabatosak, ezek az érvek. Igen, és azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy annak az együttműködésnek volt egy másik nagyon nagy baja. Ott nem csak vezetői probléma volt, mert végül is kiderült, hogy az, aki vezetője lett végül az előválasztás által így megválasztva az ellenzéki közösségnek, nem a legjobban szerepelt, maradjunk ennyibe, hanem ott volt egy másik probléma. Az, hogy az az együttműködés, onnantól fogva egyébként már nem volt egy valódi együttműködés. Nem volt közös program, nem volt... Ez nem igaz. Nem volt, de hát... Nem igaz. Nekem nem mondja... Ott ültem az asztalnál, amikor Márki-Zay Péter megpróbálta kiszedetni a közös programból a több kulcsos adót, amikor megpróbálta kiszedetni az alapvető élelmiszerek áfacsökkentését, és mi nem engedtük neki. Egységesen nem engedtük neki. Igen. Tehát volt közös program. A Márki-Zay ügyet szerintem nem kéne most napirendre tűzni. Én sokkal inkább azt szeretném kérni, nem csak az LMP-től, hanem
más ellenzéki pártoktól is, hogy, hogy még van egy kis idő egy nagy levegőt venni, és ezeket a dolgokat összefésülni, mert csúnya vége lesz, ha nem csináljátok. Így van. Ha nem vagyunk képesek egy közös alternatívát ennek az országnak felmutatni, akkor ez fog a nyakunkon maradni. És szerintem itt ez a legnagyobb baj. Villám kérdés a végére. Györfi Pál. Győzik-e? Szépen. Jó, akkor ezt itt hagyjuk a költői kérdésként a nézőinknek a levegőn. Köszönöm szépen. Köszönjük. Létrehoztuk a Csatpont 3-at itt az Aktuál helyén, mert rég volt ilyen vita az Aktuálban, de köszönöm szépen, szerintem mindenki hallott érvet, ellenérvet, hogy tudjon majd dönteni. Köszönjük szépen a figyelmet. Holnap reggel 6.30-tól start Köböl Anita és Róna Jegon számít majd a figyelmükre, de addig is maradjanak itt az ATV-n. Szép estét.